Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható november hónapban a kos jegyében születetteknél? Ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kivetés, de megvan arra is a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a havi jóslást, a díjam 4000 forint. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható, ez a férfi itt látható, udal a férfiakra, vagy udal a te lelki társadra. Ti egy vonalban vagytok, és ez jelenti a kapcsolatot. Megvan a kapcsolat kettőtök között. Itt ez a kép utal az időre. Most eljött annak az ideje, hogy valamit tisztázzatok egymással. Itt a hölgy bepillant a tükörben. Itt tükröződik valami. Sőt, látható a tükörben az ő teste, ez lehet egy testi kapcsolat, vagy ez a nyitottság, hogy ez a hölgy nyitott érzelmekről beszélni. Akkor is, ha itt megjelenik ez a fátyolos tükör, ami olyan átláthatatlannak tűnik úgy november elején, ez az időszak lezárul, hiszen ezt a koporsó itt le tudja zárni. Itt látható a játszadozás, a könnyűség, és itt lesz egy találkozás. A hölgy feje fölött ezek a képek láthatóak, és ez utal a gondolatokra nálatok hölgyeknél. Itt lesz beszélgetés, játszadozás, az, ami átláthatatlan volt eddig, most eljött az ideje annak, hogy ez lezáruljon. Lesz egy kapcsolat, egy találkozás, nyitottabb vagy beszélni a jövőről, hogy milyen tervek vannak, hiszen itt kinyílik ez az ajtó. A férfi feje fölött ezek a kártyák láthatóak. Ő gondol rád. A csillagok jelenthetik a spirituális területet, de azt is, hogy megvan a bizalom, hogy minden úgy alakul, ahogyan ez a csillag képekben meg van írva. Itt lesz nyeremény, itt van a hűség, a lehetőségek, a játszadozás, és lesz egy találkozás, egy ilyen testi közeledés. Ti egy vonalban vagytok, és ez jelenti a kapcsolatot. A hölgyek itt láthatóak, és ezekkel a kártyákkal vannak összefüggésben. Itt lesz beszélgetés, és ez a játék látható itt. Ez jelentheti azt, hogy játszadozva, könnyedén közeledtek egymáshoz, de nem szabad eljátszani a lehetőségeket. Itt vannak beszélgetések, pletykák a háttérben. Ezek okozhatnak nehézségeket, de kerüld el ezeket a kapcsolatokat. Te ezekkel a kártyákkal egy vonalban vagy, itt vannak lehetőségek, kinyílik ez az ablak, ez az ajtó, itt van a szerencse, a négy levelű lóhere, és itt látható egy idegen férfi, ez lehet egy külföldi kapcsolat, itt vannak nézeteltérések, még nehézségek. Az is lehet, hogy valaki kosztümöt visel, és így közeledik hozzád, nem látsz át a dolgokon, hiszen ez olyan, mint egy maszk, nem mutatja ki azt, amit akar. Ez a kosztümös férfi, lehet egy férfi, de lehet egy nő is, hiszen a kártyáknak vannak szimbolikus jelentései is. Szerencsére itt vannak az egerek, és ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek eltávolítják a nézeteltéréseket, és ezt a kosztümöt, ha valaki így közeledik hozzád, és
nem mutatja nyíltan ki, hogy mit akar. Ez is tükröződik itt, hiszen olyan fátyolos, minden olyan átláthatatlannak tűnik, de megoldod ezeket a dolgokat, hiszen itt a kulcs a kezedben, magabiztos vagy, és itt kisüt a nap, átlátsz a dolgokon, kiderül az igazság. Ez a férfi ezekkel a kártyákkal van összefüggésben, itt láthatóak a változások, itt van egy tevékenység, ez lehet egy hobbi, de lehet a hivatása is, és itt látható a jólét, a nyeremény. Ő ezekkel a kártyákkal is egy vonalban van, itt van a szerencse, a biztonság érzete és a közeledés kettőtök között. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét november hónapban itt látható. Eljött annak az ideje, hogy mindaz lezáruljon, ami fátyolban van, ami átláthatatlan. Itt vannak játékok, játszadozás. Ez jelenthet valami pozitívumot is. De azért légy óvatos, mert előfordulhat az, hogy van valaki a közeledben, aki játszadozik veled. Ami a lelki társadat illeti, nála vannak szép gondolatok. Itt a szerencse közeledik hozzád. Itt kinyílik egy ablak, itt látható ez a levél, ez lehet egy hír, de lehet egy szerződés is. Megváltozik az anyagi helyzet, megerősödik. Második hét november hónapban itt látható. Itt még csendes időszak van, de a koporsó azt is jelentheti, hogy lezárja mindazt, ami eddig átláthatatlannak tűnt. Lesznek fontos beszélgetések, nyitott vagy erre, sőt, nyitott az ajtó, ezek a lehetőségek. A kutya jelentett házi állatokat is, de szimbolizálja a baráti kört vagy a hűséget. Itt van tevékenység, munka, sőt, itt megjelenik ez a főpap, aki esküszik valamire, és valaki így közeledik hozzád, sőt, meg is bízhatsz benne. Itt lesznek találkozások, itt kiépül valami. A ház jelentheti a családot is, hogy itt lesznek fontos beszélgetések. Ez a tevékenység lehet egy saját cég kialakítása, és ezt ki tudod itt építeni. Harmadik hét november hónapban itt látható. Az egerek segítenek, hogy eltávolítsák a vitákat, itt kisüt a nap, átlátsz a dolgokon, itt van a szerencse, a nyeremény, egy kreatív tevékenység, és itt az utak jelentik a döntéseket, hiszen elgondolkodsz azon, hogyan tovább, melyik irányba. Itt a kártyavetőnő lehet az, hogy ez a te képességed, és ezen a területen tudsz dolgozni, de azt is jelentheti, hogy ez a kártyavetőnő jósolja neked a jövőt, mégpedig, hogy itt szerelemről van szó, ez a férfi jelentkezik, és itt van a hír tőle. Utolsó hét november hónapban itt látható. Ez a kártya jelenthet külföldi kapcsolatokat, de légy óvatos, itt vannak nehézségek és viták. Akkor is, ha az egerek segítenek, de azért figyelj oda ezekre a dolgokra. Ez a férfi gondol rád, itt van a remény, visszatér hozzád, lesz mozgás, sőt, előfordulhat, hogy lehet egy utazás is. Ez az út lehet egy belső út is, egy lelki kapcsolat, a gyűrű jelenti a kapcsolatot, de szerződéseket is, hiszen egy vonalban van a tevékenységgel, és itt van ez a szerződés, de azt is jelenti, hogy ez a férfi visszatér hozzád, itt előre mennek az események, szerelemről van szó, és lesz egy jó hír. És ez volt a havi jóslás, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel,
Dendera.